Az Orfői Akvaparkról készültek ezek a felvételek még 2020 nyarán. Az eladásra meghirdetett létesítményt egy befektetői csoport vette meg egy ingatlan csomag részeként. Bár először el akarták adni a fürdőt, végül úgy döntöttek, fejlesztésbe kezdenek Orfűn. Magát a tópartot és a tavat is be szeretnénk vonni a fejlesztésbe. Ez nyilván ez egyéb egyeztetéseket is még megkíván, de erre megvan a kialakult koncepciónk, illetve a közös akarat az önkormányzattal. Szállás helyett wellness központot és akvaparkot építenek itt. A tervek szerint 17 milliárdból, mondja a tulajdonosok képviselője. A belföldi turizmusra alapozva ez nem egyáltalán nem egy álomszerű számolgatás vagy beruházás, amit itt egy ilyen 100-110 szobás fejlesztéssel, valamint a hozzá kapcsolódó létesítményekkel tervezünk. Tehát azt gondolom, hogy ez gazdaságilag is egy megalapozott dolog lesz. A szálloda földbe süllyesztett, a terepviszonyokat kihasználó épület lesz. Mellette 20 apartmanházat is terveznek a területre. A létesítmény egész évben nyitva lenne. A fejlesztési kormánybiztos azt mondja, az elképzelést a kormányzat is támogatni fogja anyagilag. A Dél-Dunántúlon egyetlen jogszabályban nevesített turisztikai térség van, aminek a jogszabályi neve az a Pécs Villány turisztikai térség. Ez egy kiemelt terület, amelynek a turisztikai vonzerejével kapcsolatban ebben a jogszabályban biztosított és definiált módon külön kell foglalkoznunk. Ennek a turisztikai térségnek egyébként a része Orfű is, Pécs mellett. A terület országgyűlési képviselője szerint a jelenlegi kormányzat partner abban, hogy fejlődjön a megye, Pécs és környéke. Az elmúlt, most lezáruló 4 éves kormányzati időszaknak vagy ciklusnak az üzenete az, hogy ahogy Orfű fejlesztésében és Pécs fejlesztésében, úgy egész Baranya megye fejlesztésében is az első számú partnerünk az elmúlt években, és ez a jövőben is így lesz, az az Orbán kormány. Tehát itt több mint 100 milliárdos effektív kormány döntés született, ami Pécs fejlesztését segítette. A fejlesztésről már tárgyaltak a turisztikai ügynökséggel is, a támogatásról. A választások után kezdődne a beruházás, ha marad a mostani kormányzat.